Üdvözlöm a koránkelőket. Hajnali 3 óra 25 perc van. Egy kicsit korán indul a mai túra. Hát, amiből a részleteket majd talán kicsit később elmondom, ha összebírom szedni már a gondolataimat végre. A lényeg az, hogy most indulok ki az utca végére. Hamarosan érkezik a furgon. Miközben mindenféle rendőrautók mennek itt el már kora reggel. A tejámot ide raktam föl. Mai nap egyébként egy olyan kerékpártúra lesz, ami speciál én nem fogok bringázni, csak mint kerékpáros kísérő fogok részt venni. 3 sportársat kell kísérnem, akik egy meglehetősen erős, 300 kilométeres kerékpártúrás rendezvényen vesznek részt. A cél egyébként Kecskemét lesz, onnan fog indulni, és ha minden igaz, akkor Szeged, Baja, Kecskemét, ezt a háromszöget kell majd letekerniük. Közeledik egy autó. Hát ha minden igaz, akkor ezek már ők lesznek. Ez a fuvar megy Kecskemétre? Öt óra előtt 10 perccel itt vagyunk Kecskemét határába lassan. Hát illetve inkább lakitelek. Ó, nagyon csillagos az ég. Még holdvilág is van. Itt a fiúk frissítő pontot alkalmaztak. Szépen be van itt pakolva minden. Olyan sok sötét alak van, pedig próbálnám bemutatni a mai túra résztvevőit. Az egyik két kézzel is kapaszkodik. Hú, ez ilyen flash, nagyon izgalmas. Csabi még keres valami virágot itt a part mellett. Laci bátyánkat meg nem látjuk hátul, mert még a nagyon sötét van. Versenyzők vagyunk. Valamiféle szervezők. Itt jók leszünk? Jók. Nem tudod. Hát itt már. Itt a Maros-völgyi. Itt egy GBL szerint. Itt vagyunk a regisztrációnál. Tour de Alföld. Ott van kiírva. Megvan a rajcsomagol is, Laci bátya? Ó, most meg elvettem. 7,5 fokba itt Tomét felső testeket villant itt a parkolóba. Most kicsit jobban látszódnak a bringák, hogy raktátok be őket. És valami szét van szedve? Vagy mik azok? Tartalékkerekek? Az a tartalékkerekek. Tartalékkerekek. Most Forma 1-es lesz a csere. Reméljük nem lesz rá szükség. Tomi egy kerékkel nyomja végig, az beszéltünk. Le vannak már szedve a gépek. Tartalék kerekek is vannak. Nem fáztok? Nem a picsát. Úristen. Azért az italokkal be van készítve 2x950 milli. Lacinál is. Mondjuk a szerszámosod neked, ugye? Nem. Most ital van benne? Fehérve? Ja, ital volt. Tominak is két nagy ágyúja be van készítve már. Figyelem, ellátmány is van. Dobtunk ki is leszünk belőle kettőt. Speciál ez az én kedvencem. Nem tudom honnan tudták, de majd adagolom a fiúknak. 6 óra lesz 10 perc múlva. Hát ezek most már olyan az utolsó simítások. Igen. Van izgalom. 300 jó kilométer. Lesz mit nyomni. Van napszemüveg, ha valakinek majd kell. Ha váltani akar. Jó. Majd valahogy kikecmergek, aztán majd látjuk, hogy hogy fogok menni. Mert lehet, hogy követek valakit. Mert látom, hogy van itt azért felvezető autó bőven.
parancs vagy. Figyelj, az a lényeg, Izsák. Izsák, az első megálló. Hány kilométerre lesz körülbelül az? A 40? A kiskörös, az első megálló, de Izsák. Ja, Izsáknak kell menni, jó. Ja. Gyülekeznek már az emberek a rajthoz. És ha elfordulunk hátra, egészen jól lehet látni, hogy már azért pirkad. Sőt, úgy látom, a kamera még jobban látja. Nagyon jó utat kívánom! Megyek utánatok! Letértem az izsáki lehajtón, remélem, hogy itt jó helyen álltam meg. Egy picit megvárom őket, hát ha bármi nyűgjük lesz, úgyhogy majd ezzel kapcsolatban egyeztetek velük, megvárom, hogy érjenek ide. Az első pihenőjük, vagy frissítő pontjuk Kiskörösön lesz amúgy. Úgyhogy most várom, hogy érjenek utol. Az előbb elmentem már mellettük, úgyhogy rövidesen megérkeznek. Látszik a képen, milyen jó pára van. Úgyhogy... Hát a hőérzetnek ez ad rendesen. Most az előbb néztem az autót, azt mondta, hogy 9 fok van. Egy cseppel se több, azt tudi. Csak mutatom, hát ha valakit érdekel, hogy a kerekegyházi bekető úti busz megállónál álltam meg. Hát itt még egész sok busz is jár. De még nem látszódnak, hogy hol jön a konvoj. Itt az eleje. Szevasztok! Minden rendben van? Igen. Megyek akkor ut... Oké. Mindenkinek jó utat! Milyen jól néz ki a táj. Be van ülve a pára. Még mindig 9 fok van, de azért már lényegesebb, világosabb. Úgyhogy... Hát nagy élmény lehet a srácoknak itt tekerni, de azért fel vannak jól öltözve. Az előbb megálltam, ugye megnéztük őket. Megyek tovább. Csak azt nem tudom, hova kell menni, de rohadt nyugodt vagyok amúgy. Eleddig egész jó útminőséggel jönnek, ez egész sima. Mondjuk itt pont van egy aszfaltváltás, de talán még ez se lesz rossz nekik. Szép, nagy bolyban jönnek egyébként, úgyhogy szerintem ez így össze is ragad. 90-100 darab résztvevő van, úgyhogy Izsákot elhagytam, 6 óra 46. Szerencsére Csabinak tudok így üzengetni, és akkor ő visszaválaszol. Ó, pont most van napfelkelte. Még a végén az is lehet, hogy megállunk, ezt fölveszünk. Kiskörös már csak 20 km, és itt valamiféle parkolót fogok keresni. Hát ilyen az izsáki napfelkelte. Nagyon gyorsan jön föl a nap. Egy perc se telt el, koronából már ekkora lett. Talán most van a leghidegebb, 7,5 fok. Hát... Napsütés az van már. Nagyon gyorsan jön föl a napocska. De azért van pára rendesen. Hát, biztos nincs melegük a fiúknak. Még. De lesz ez jobb is a mai nap folyamán. Ebben a pillanatban hagyom el Kiskörröst, 7 óra 41 perc van, nagyon szépen süt a nap, kobrankó kékék, hogy a öreget is megidézzük ebbe a filmbe is. És túl vagyunk az első frissítő ponton, már megyünk is tovább, hát körülbelül annyi volt, hogy megálltak, pecsételtek, aztán futás. Laci azt mondta, hogy hát ő 40-ig jött velük, aztán 44-nél már ez a tempót illeti, ott már leszakadt. De ő is pár perccel beért Csabiék után. És most az van, hogy együtt el is indultak rögtön tovább jóformán, nem is csináltak semmit az égvilágon, nem ettek, nem ittak, már mentek is tovább. A következő állomásunk az Sükösdön lesz, még 45 kilométert kell odáig menni, és ott is van a boly. Na, akkor ők is erre jöttek, ha már én. Jól van. Szerencsére hátulról nem jön senki. Egy kicsit be tudok állni mögéjük. Hát 35-tel jövök utána. Laci bátyánk tekerít a háttérben.
csajuk vámban. Csavék szerintem ott rongyolnak a sor elején. Próbálunk elébb mosodni. Itt vagyunk Kecelen. Hát micsoda kis szökőkút van a körforralomba. Tiszta Ausztria. Benzintjuk félét fogok már keresni, mert italom sem. Volt itt egy molkút, gyorsan megálltam venni innivalót, mert az ugye nem volt. Úgyhogy még 34 km sükösd, nyíl egyenesen. Hajrá, tovább, szerencsére a boly nem előzött meg. Nem is mertem elmenni mosdóba, mert féltem, hogy utolér a csapat. Aztán kezdhetem őket előzni megint. De most már. Nyomás tovább. Na, itt már valamiféle kis dimbegdombok is vannak. Császártöltésre érekbe. És hogy beérkeztem a település határába, már ilyen présházszerű pincéket is láttam. Hát bizony itt lejtő is van ám, meg poros hordók. Valószínű, itt azért foglalkoznak egy kicsit komolyabban a borászattal is. Na, a srácoknak az első emelkedője, meg lejtője az itt lesz ezen a szakaszon. Megérkeztem Sükösdre. 8:42 van. Hát egy 4 perce már legalább itt vagyok azért. És ha már pizzériára kell megállni, akkor hát ez ilyen albán pékségszerű. Meglátjuk, hogy milyen. Hát már is mondom az első benyomásokat. Olyan cakajos, ha ez mond valami. Legalább jó hideg. Viszont piszok jó helye van a kólámnak, nem tudom, látszik-e. Úgyhogy nagyon jó ez az autó. Na, úgy összebarátkoztunk már teljesen. Szépen csinálják, mit kell. Ugye meg. Várom a srácokat, hát azt mondják, hogy már leszakadtak a élmezőnytől. Legalábbis Csabival tartom folyamatosan a kapcsolatot, neki szoktam üzenni, hogy itt most emelkedő jön, itt most szar az út, itt most jó lesz az út. És amikor beszéltem vele, akkor volt 80 kilométernél, ez körülbelül olyan 93-94 lehet. Tehát még akkor volt neki egy 13-14. Úgyhogy szerintem most lehet egy olyan 10-11 kilométerük, akkor már egy 20 perc múlva itt vannak valószínű. Erre! Ott a pizzéria! Ott a sárga autó után! Igaz, nincs ott senki, de ott a pizzéria! Szasz! Itt van a Tomi! Gyere, Tomika, erre! Ott menjél a többiek után, de itt meg is állhatsz! Na, tám volt egy kis szelünk! Gyorsan az első nyilatkozatok! Ez gyilkos! Ez gyilkos! Vissza kell venni? Nagyon! Na, mit adjunk az autóból? Egyébként kurva, mert itt van a pizzéria, a bűnös életben senki nincs a környéken egyébként. Aha. Tehát én nem tudom, ezt a frissítési pontot hogy van megoldva, mert úgy szóltam rá a kebabosnál is kiskörösön, hogy mindjárt itt van a csapat. Tényleg? Úristen! Úgyhogy itt sincs senki, vagy én nem tudom, hogy hova kell menni. Nem a nénik a lényegek, hanem gyere Csabi, erre itt vagyunk! Milyen frissítő ponton álltam meg, nézve le? Tomika azt mondja, hogy neki most így elég. Okay. Azt mondja, hogy ez nem az ő homokozója. Tessék, nem, ott állnak. Nem a miatt. De hogy... De hogy hol van a kaja, meg minden, azt nem tudom, mert a pizzéria ott van, de ott senki. Miközben ebben a pillanatban elindul az utolsó kerékpáros is. Gyere, Laci bátya! 9 óra 15. Mik a legfrissebb reakció? Majd később! Csak végig kell menni. Itt a pizza. Itt a pizza. Kettős kézzel bánok a pizzával. Igen. És egyébként ott volt bent a kajáda. Elfelejtettem bevinni a kamerát. Nagyon jó hangulatos hely. Miközben száradnak a ruhák a napfénybe meg a szélbe. Most már...
Menjenek, Tomi, amolyan kobrankósan most már itt az ideje, hogy bemutassam a túra résztvevőit, nem? F1 Csabi, Ele Senior és Tompi. Jó a pizza. A srácok, induljatok. 9:47-kor újra start. Csukom a bótot, megyek utánatok. A Q-bos mezőny ismét összeállt. Laci bátyánk. A újonnan csatlakozott kollégákkal. Úgy néz ki, hogy Laciék egy picit meglógtak előrébb, mert 500 méterrel előrébb vannak. Baján vagyok, éppen a bajai körforgalomban. Jó nagy bogrács. Kár lenne tagadni. Most már elfordultam Szeged irányába. Na, azt mondja, 10 óra 20, és még van 35 km még útig. Itt jönnek a srácok amúgy a kerékpár úton. Le is lassítok egy kicsit. Ja, nem biztos, hogy sokan jönnek. De lényeg az, hogy itt teker a sereg. Plusz két kollégát. Akár oda is adom, és mehettek is tovább. Vagy azért annyira nem? Egy kicsit. Jó. Azon gondolkoztam, hogy ugye mindig jöttem előre, de ezt ugye megvárlak benneteket, de nem láttam azt a csapatot, aki akkor el is indult rögtön. Tehát azt mondom, hogy sosem értem utol. Nem tudom, azok hol járnak már. Hozok. Sárga izében van a... Hozzuk. Van a megkezdő. Jó. 11:20. Jó kerékpárút van, mi? Na hát akkor elhagyjuk Tataházát, és akkor indulunk tovább még útra, és aztán, itt írja is egyébként, hogy igen, az a még út lesz nekünk, de még út után kell akkor majd megállnunk. Jó, ott már lehet Phantom, az is csatlakozik a sebe. Egy kis benzinkutas pihenő, 12 óra múlt 5 perccel, hát jó ideje itt vagyunk már. Körülbelül a táv felé vannak az ifjú versenyzők. Hát reméljük, Phantom az ide talál. Csak. Ismeri az utat. Ja, jártatok erre. Ó, így könnyű. Fél három múlt 10 perccel. Késésben vagyunk. Ne csináld meg. Jaj, miért nem hívtatok hamarabb? Nem baj, itt vagyunk, jó helyen vagyunk. Na, a Szegedi pihenőben vagyunk már. Tomika elindult, ő nem vért már magával, de... Laci bátyánk, jó íz, milyen falat volt. Csabi, meg... miért van Csabi? Jobbpár, szájért valamiért. Na és Phantom, azt meg elveszítettük, úgyhogy... Inkább meg a tampul keresztük. Mit tettél, Zsolti? Ja, hamburgert már. Ekkora hamburger. Nem, egy kicsit így. Igen, nem azt, látom én azt úgyis, ha oldalra fordulsz. Ne húzd be, hogy szép. Már hasonlítasz rám. Elküldted a hát tudom, hogy nem beszéltek, hogy elküldtem azt a képet, igen, mondom, hogy volt egy kis ejnye. Ott az úton. Küldtem egy képet ott az erdőről. Igen. Nem ér. Nem ment az erdőbe. Én is bementem a lyukba, csak eltűnik, köves. Nem megyek rajta. Ez is itt van mellettem az M5-ös. Hát ez hogy fogok átmenni? De ott azt hiszem a Móra-Halmi, vagy valami ismi körforgalom volt, ott láttam a körforgalomból másik szakaszon ilyen gyanúsan visszajövő embereket, hogy bizonytalanok voltak, hogy talán nem erre kell legyőrni. Én mondom, biztos mindenki erre jött. Azt mondja, hogy 3 óra 18. Hétre Kecskeméten vagyunk. Zsolti is jön, de jó lesz. Mi, kifolyt valami? Akkor jó. Na, további jó utat mindenkinek. Elhagyjuk lassan Szegedet. Ez a kerékpár út, ami itt megy oldalt, ez az Ókuszaszerhez vezet. Ki volt írva az előbb, hogy 24 kilométerre van. Úgyhogy lehet egyszer meg kéne próbálni. Közben az előbb ugye csináltam egy videót, hogy ott mentek a srácok. Biztosul el lehet húzni a városba, szóval hihetetlen, hogy tötyhörgök az autóval, vagy megint keresztezzük a kerékpárutat. Az előbb már itt ment jobb oldalon, akkor átment a bal oldalra, most megint visszajön erre az oldalra. De ugyanakkor tök jó minőségű kerékpárút, de majd a srácokat kifaggatjuk, hogy milyen.
Szóval, hogy bringával ilyen jól lehet haladni, hogy így elhúztak már, nem tudom mennyi ideje jövök már utána, és még csak most értem őket utol. Kiváló a levegő ezután a rágyaszóró járgány után. Nem is emlékszem, hogy az előbb, mikor megérkeztem, akkor Tomit felvettem-e. Hát Tomi hamarabb ideért Szegedről, mint én autóval. Vagyunk a pályasörözőnél, itt van az frissítő pont. És akkor már megmutatom egy kicsit a járgányt, amivel kísérem őket. Hát kérem szépen, körablakos Volkswagen Transporter, valamiféle dízel motorral. Iratai hol vannak, azt nem tudjuk. Nem loptuk, csak kaptuk. Belül már mutattam egyébként, hogy mi minden van benne. És ebből az irányból várnám a srácokat. Hát egy ideje írták, hogy 11 km múlva érkeznek ide. Lassan már lehet, hogy érdemes lesz őket figyelni, mert 2 kilométert el lehet látni, olyan marha hosszú. Na és hogy miért pályasöröző és apartman a helynek a neve? Hát íme. Van itt valamiféle focipálya. Jól látható hálóval. Legalább nem kabajodik bele a labda. De maga az épület az teljesen rendben van. Milyen jól meg van oldva a locsolás. Azt a csapot csak kinyitja, és be van locsolva az egész terep. Arra is van még több. Na ezek a miénk. Jó napot! Jó volt a tempó? Jó, nagyon jó. Na. Jöttetek elég jól? Milyen tempót tudtatok most húzni? 30, biztos. 30 as? Ja, átlag? Ja, akkor 30 fölött jöttetek? Hát 35. Ja. Az volt az átlag. Na. Igen. Hát képzeljétek el, hogy Tomi rám telefonált, hogy hol vagyok már. Nem mondom, 3 kilométer is itt vagyok. Na, itt volt akkor. Ő most meghallját, aztán ment is tovább. Hát akkor itt hagyjuk a pályasörözőt. 16 óra 52 perc van. Csabék ott húznak már elől. És akkor elindultunk az utolsó. Hát tulajdonképpen egy 60 kilométeres szakasz lesz. Most megpróbálom Tomit utolérni. Aztán meg megállítani. És ott azon a helyen akkor Csabiékkal is megpróbálok majd frissítést végrehajtani, aztán utána már csak a cél következik. Ott mennek a srácok, csak nem tudják ők se, hogy merre. Hajjaj, hát itt van egy baj. Elfogyott az út. Csak megtaláltuk az aszfaltutat. Újra nyerekben a fiúk. Hát így 500 méter után egy kis aszfalt felmarás. Ezt még szereti fogják Csabi. Annyi kaland volt már, de ne jegyen meg senki. Nem történt semmi baj, csak Tomi így letámasztotta a bringáját, mert hogy újra együtt vagyunk Tomival, ugyanis ő csinált egy 25 kilométeres bónusztrekket. Az nem a bónusz, az az eredeti. Nem a francok az. Na és a két szerencsecsomagunk is itt jön, akik kiváló térkép technikával bemutatták a kiskunságot nekünk. Ország úgy van a fontból. Igen. Tomikám, igyekezzél már, mert elmennek. Tomi itt jött ki ezzel a kereszteződésen, ami itt van. Igen. Ő csinált egy 25 kilométeres állítólag hivatalos utat. Az arra volt. Igen. De figyelj, akkor lehet, hogy azért volt valaki, aki azt mondta, hogy nekik 25 kilométerrel többet mért. Egyszer mondta valaki, akkor álltunk, hogy hát nekik... Igen. Nekik nem, 360 valamennyinél. 260 valamennyinél, és még 41 van. Igen. Tehát így jön ki a 300. És itt hoz ki a... Itt, ahol az autó kifordult, igen. Lehet mindjárt itt jön az éjjel, mondjuk azt láttad. Rájuk vertünk, Csabikám, rájuk vertünk. Hát jó, és itt eljöttem balra, és 25 kilométer. Azért az a... Az a homok futás azért az ott behoztunk egy kicsit. Majd ezt kivágjuk! Tomi a tükörben. Próbálom felhozni Csabiakra. Hát nem tudom, ja, ott vannak elő. Ja, akkor már mindjárt utolérjük őket. Mert jelenleg hozom Tomit ilyen 45-tel.
te gyorsak voltatok. Nem is tudom, minek álltuk meg. Utolsó. Már elküldtem a lett asszonynak is. Igen? Aha. Hát, hogy mi van még hátra? Aha. Mi van még hátra? Hát... Nehezen. Nem már. Na, elindultunk az utolsó etapra, 6 óra 10 perckor. Itt mennek a sporttársak. És akkor már csak 24 kilométer van Kecskeméten a célig. Többször már én nem is fogok megállni, hanem rögtön a célállomásra megyek, és ott várom be a srácokat. Szerintem elég lesz már nekik ez a mai napon a tekerés. 6 óra elmúlt 12 perccel. Hát rég volt olyan, hogy egy nap napfelkeltét és napnyugtát is láttam. Nem volt rövid nap, ez tény. 7-es óra lesz 4 perc múlva. Itt vagyok már Kecskeméten a két templom téren. Nem tudom, hogy miért két templom, mert én itt rögtön számoltam 3-at, meg még van egy negyedik is, ha minden igaz. Az előbb beszéltem Csabiékkal, azt mondták akkor, ez mondjuk már jó pár perccel ezelőtt volt, hogy 4 kilométerre vannak ide, úgyhogy rövidesen elvileg meg fognak már érkezni. Hát a fényviszonyok már nem túl ideálisak, úgyhogy a kamera már alig lát. És megérkeztek a szuperhősök 13 óra és 1 perc alatt. A kurva ilyet. Csak nem lett meg a 13-on belül. Ott a Tour de Alföld felirat. Legyenek szívesek oda beparkolni. Itt 3 helyről vártalak benneteket, hogy nem tudtam, hogy honnan jöttök. Milano Sanremo. Na, guruljatok oda. Fotó lesz. Figyelem, hasad lehúzni. Hamarabb. Nem. Legidősebb. Ja, legidősebb. Legügyesebb. Ja, legidősebb. Van 66 éves. Nincs meg az idő szerintem. Igen, egy beteg még elmedek. 10 márka van. Körülbelül 80. Hú, Csabi, ez gold medál lesz. Figyelj, ez odor, puszi, minden. Gratulálunk, Laci bácsi! Szép, magas gyerek! Hozzatok stogit! És ez most ezen mennyi? 200? Valahogy montírod már ki. Jó. Nem írt, de beszéltem vele útközben. Eszük egyébként az Anett menüt. Csak már olyan sötét van, de itt pont látjuk. Azt mondta Laci, hogy ez jobb. Nem, ez jobb. Mm-hmm. Nem merünk más mondani. Ez a térse így nézett ki, mikor én katona voltam. Pedig? Pedig azóta nem mosód. Eltelt 100 év. Mondom, már be is pakoltuk a brinyókat. Még ki is lesznek spangálva? Kicsi. Na, nagyon jó. Biztosítok kötést. A macska alól kivette a plédet. Lekesz, mert egy. Úgy még oda mehet. Cisza kurvára meg lesz sértődve, nem? Már jön a hűvös idő, lehet még banán tenni. Hát valamivel 9:30 után sikerült hazaérni. Lali elbúcsúzik, és mi is elbúcsúzunk. Köszönjük, aki esetleg ezt a videót végignézte és megnézte. Ez volt az Alföld nagy maraton, Tour de Alföld egészen pontosan. Köszönjük mindenkinek, aki megnézte. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Sziasztok! Tell me to want, tell me to feel. Tell me to need, how does it feel. Tell me the secrets between you and me. You don't need to lie, baby, can't you see? Tell me what it's like to see it in all the way. You may not have time, but I
nothing to say.